Lezajlott a 25. budapesti nagy sportágválasztó a Merkám sportközpontban. A rendezvény lényege, hogy a látogatók ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem aktív részesei legyenek maguk is az eseménynek. Vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják ki a megjelenő sportágakat, tapasztalják meg az egyes mozgásformák lényegét, hangulatát. Célja pedig egyrészt segítséget nyújtani azok számára, akik mozogni vágynak, de még nem találták meg az igazit, vagyis az adottságaikhoz és igényeikhez illő sportágat, amely valóban rendszeres mozgásra ösztönözné őket. A másik cél a kevésbé ismert sportágak népszerűsítése. Az esemény egyes helyszínein profik bemutatóit és nyílt edzéseket láthatott a közönség, illetve a vállalkozók kedvűek belekóstolhattak egy-egy számukra szimpatikus sportágba edzők segítségével. Mi három sportágba pillantottunk bele részletesebben. Megmutatjuk nekik a lovas szakágakat. Fényképekkel, felszerelésekkel, mindenféle kézzelfogható tárgyakkal, hogy lássák, hogy miről is szól az egyes lovasszakág. És mit lát, mennyire van érdeklődés, vagy mennyire látja a gyermekek szemében, hogy ez úgy elkezdi őket foglalkoztatni? A gyerekeket igazából csak az érdekli, hogy hadd üljenek föl a lóra, tehát ez egy bizalmi dolog a lovaglás, tehát nem lehet, hogy csak úgy felpattanni egy ló hátára, és aztán... Főleg egy ilyen rendezvény helyszínen, tehát itt meg lehet simogatni, meg lehet nézegetni őket, illetve a tárgyakkal lehet ismerkedni. És hány év az, amikor elkezd valaki ezzel foglalkozni, és úgy eredményeket lehet benne elérni? Én azt hiszem az öttusában ma is 15 év az, amikor a gyerekek elkezdenek már lovagolni. Akkor már mind testben, mind fejben kezdenek odaérni a sporthoz, akkor van igazából értelme annak, hogy ezt a feladatot végezzük. Már 2 éve itt vagyunk, jövünk ősszel is, meg nyáron is. Készültünk bemutatóval, minden évben csinálunk bemutatót, egy nap ilyen 2-szer van. A gyerekeket nagyon érdekli, itt igazából nekünk az a lényeg, hogy a szülőkkel jöjjenek ide a gyerekek, hogy a szülőnek az érdeklődését is felkeltsük. Sportág iránt, meg a gyerekeknek is. A gyerekkorban még játékosan közelítjük meg az edzéseket, először beszoktatjuk a gyerekeket. És hogyha most ide jön valaki érdeklődő, akkor vele mit tudtok kezdeni, mit tudtok neki megmutatni, mit próbálhat ki? Vannak nálunk itt a szakosztálytól versenyzők, meg gyerekek, hozzájuk lehet oda menni a szülőknek, gyerekeknek egyaránt, és lehet tőlük segítséget kérni, hogy fogásokat mutassanak nekik, tanítsák meg, lehet esetleg birkózni egymással, grundbirkózni persze, még nem rendes birkózást, még az érkezéseket még nem tanulták meg, amit az edzésen tudnak megtanulni majd. És hogy látod, hogy egy ilyen esemény az segít abban, hogy mondjuk valaki tényleg magának itt találjon egy sportágat és beleszerethessen, hogy ez fel tudja kelteni annyira az érdeklődését valakinek? Abszolút látok benne lehetőséget. Eddig minden évben, amelyik évben kint voltunk, a BVSC birkózó szakosztály gyarapodott ilyen 5-8 fővel minden évben, és ezek még mai napig megvannak. A népszerűsége az igazából ennek úgy kezdődött, hogy egy kolumbiai srác találta ki, akit Alberto Pereznek hívnak, és ő kezdte terjeszteni ezt az egész sportágat, táncot, és ő azt hallja, ugye, hogy zumbázni bárki tud, és ezt próbálja ugye ő is minél jobban népszerűsíteni, és akkor ugye vannak ilyen oktatók, akik ő által van egy ilyen oktatói vizsga, amit le kell tenni, és akkor utána lesznek oktatók az emberekből, és akkor így próbálja tovább terjeszteni ugye az oktatók által a táncot, a zumbát, amit ő kitalált, és igazából szerintem azért lett ilyen felkapott, mert ugye ennek a lényege a vidámság, ugye különleges zenékre táncolunk, amit a zumbás felső vezetése ír, úgymond, tehát vannak leszerződött például Daddy Yankee-vel, meg egyéb kicsit híresebb ilyen zenésze, és akkor ugye ilyen vidámabb zenékre táncolunk, és akkor ilyen húhogások, meg egyéb dolgok vannak benne, amivel így próbáljuk a hangulatot növelni, és igazából ugye ez nem egy kötött tánc, tehát
Van a koreó, de azt ugye követjük, de ha elrontjuk, igazából az sem nagy probléma, mert ugye nem ez a lényege, hanem a vidámság, és hogy mindenki tudja minket követni. Egész hamar meg lehet tanulni, ugye nagyon sok műfajt foglal magába, a négy alapműfaj, és erre még épül nagyon sok táncműfaj, tehát aki már táncolt, az biztos, hogy van olyan lépés, amit egyből meg fog tudni csinálni. Aki még nem, azoknak az első egy-két óra nehezebb, de utána, hogy ha van ritmusérzék, akkor nagyon hamar meg lehet tanulni. Ha nincs, akkor is egy 4-5 órára eljön az ember, és már nagyon benne van. Ugye több korosztálynak van Zumba Kids, ami a gyerekeknek van a sima Zumba Basic, amit úgy 13-14 éves kortól el lehet kezdeni, és az idősebb korosztály számára van a Zumba Gold, ezek ilyen lassabb számok, és akkor ez a mozdulatok, tehát ebben nem nagyon van ugrálás, csak inkább csak lépések. Illetve vannak még súlyzó Zumba, Zumba Step, ami step-paddal van egybekötve, Zumba Center, ez egy ilyen székes, erősítős műfaj, és most van egy új, a Zumba Strong, ebben ilyen inkább ilyen négy ütemű fekvőtámasztás, ilyen erősítős. Nagy érdeklődés kísérte a sporták választó testvérrendezvényét, a nagy hangszer választót is, ahol a látogatók, zenészek és zenetanárok segítségével próbálgathatták, melyik hangszer hogyan szól a kezükben. Várnai Beáta, a Magyar Állami Operaház szóló klarinétosa elárulta, hogyan bátorítja a gyerekeket barátkozásra a klarinéttal, és miért tartja fontosnak a zenetanulást. Gyerekek mennyire nyitottak, mennyire jönnek ide ezekhez a hangszerekhez? Nagyon érdeklődőek, és ez nekem nagyon szívet melengető, ugyanis szívügyemnek tekintem, hogy tök mindegy, milyen hangszert tanulnak, csak zene legyen, zenét tanuljanak, és persze utána hangszert is nyilvánvalóan, és teljesen mindegy, melyik hangszer, egyik nehezebb, mint a másik, így is mondhatnám, de én nagyon szívesen népszerűsítem a fuvolát is, bár most a fuvola tanárunk nem tudott eljönni, de természetesen, hogy mivel azt könnyebb egy kicsit megszólaltatni, és remélem, hogy most a fuvolisták nem fognak engem megenni, de ami tény, az tény, tehát azért könnyebb megszólaltatni, mint egy karinétot, hiszen a karinéton sok nehezítő tényező van, így például a nád, meg a fuvóka, a kéztartás, tehát hogy egy csomó olyan nehezítés van, ami miatt muszáj, hogy a gyerekek hosszú időn keresztül ezt tanulják. Tehát nem is szoktuk úgy tanítani, hogy hangszert adunk a kezébe, a hangszert csak így mutatóba szoktuk mutatni, hogy ez lesz majd egyszer, hogyha, úgyhogy egy hónapig körülbelül csak a fuvókával szoktunk dolgozni, mert elég az, hogy a szája megtanulja, hogy kell, és utána haladunk a hangokkal. A kicsiknél furujával szoktunk kezdeni, ugyanis az ő kezük és fogsoruk, és természetesen a levegőzés még nem alkalmas, mert itt a klarinétozáshoz és a fuvolázáshoz, és egyéb más fúvos hangszerekhez is külön speciális légzést kell megtanulni, ez az új úgynevezett rekesz légzés, mert különben sajnos sipol és egyéb más ronda hangok fognak jönni, hogyha ezt az ember nem tanítja meg legelőször, és nagyon hamar fulladni fog a gyerek. Tehát egy hangot megfúj, és rögtön más csillagokat lát, le kell ülni. És ez gyakran előfordul egyébként az elején, de aztán nagyon gyorsan megtanulják, hála Istennek. Úgyhogy legelőször a kicsiknél furujával kezdünk, mert azt a kis kezük még be tudja fogni. Megjön a kedvük arra, hogy nagyon szép dallamokat tudnak játszani. Nálam például a kezdőgyerekek két hangot játszanak, de úgy örülünk nekik, mintha nem is tudom, egy egész szonátát eljátszott volna, és annyira aranyosak, hogy csillog a szemük, hogy dicsérem őket, szoktam vinni ilyen kis állatfigurákat, és akkor így jobban meghozom a kedvüket, mert azért kiskorban ezt még kell. És most, hogyha ide jön valamelyik kis gyermek, és itt barátkozik ezzel a hangszerrel, akkor mit tud neki mutatni? Úgy szoktuk csinálni, hogy ilyen csalogató mese dallamokat fújunk, például a Nagy Hóhógár horgászból, meg a Mátyás király mesékből, tehát amiket így hallanak a gyerekek, és amivel találkoznak, ugyanis akkor ezt így lehet, úgyhogy de na, akkor felismeritek-e, és akkor nagyon örülnek neki, hogy ezt ők felismerték, akkor megtapsoljuk, tehát hogy ezt ilyen élményszerűen előadni azért, hogy ez ilyen emlékezetes legyen neki, hogy ő neki sikerélménye volt, mert fölismerte, amit ott a néni játszott, és ez már én úgy gondolom, hogy első lépés ahhoz, hogy megszeressék a zenét, illetve remélem, hogy a klarinétot vagy a furuját.
Egy kicsit száraz a világunk, illetve nem is száraznak nevezném, hanem annyira nagyon sok mindent kínál a fiataloknak már ez a világ, főleg technikailag, mint tudjuk, és annyira lefoglalja ez őket, mert hát nyilván, hogy nem vetekedhet egy Facebookkal, vagy egy YouTube, nem tudom, videónézéssel az, hogy az ember leül és órákig gyakorol. Ezért aztán én fontosnak tartom azt, hogy az, aki tovább próbálja ezt adni, vagy szeretné, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben esetleg, mert ugye innen építkezünk majd, olyan gyerekek jöjjenek ki, akik szeretik a zenét, és ettől a lelkük is sokkal szebb lesz. Ahhoz nekem is olyannak kell lennem, hogy ezt el is hitessem velük, hogy ez egy nagyon jó dolog, amik ők tanulnak és fognak csinálni, és ebből micsoda szuper jó dolog fog következni. És ez csak külön szerencse, hogy én az operaházban dolgozom, ugyanis tudok nekik olyan előadásokat is ajánlani, amik gyerekeknek nagyon érdekesek, ott vannak hangszerbemutatók, ugyanúgy, mint itt, és ezek nagyon fontos dolgok szerintem. Akinek gyermeke van, az tudja, akinek kicsit nagyobb gyereke van, az meg pláne, hogy egy következő generáció úgy nőjön föl, hogy egy tiszta lelkű és egy olyan értelmi színvonalon lévő gyerek legyen, aki majd a világunkat építi, és amitől szebb lesz a világunk. És azt hiszem, hogy a zene tanítás az ehhez egy szép út. Izgalmas és élménydús tapasztalás volt minden látogató számára a 109 sportág és a 20 hangszer, amelyeknek rejtelmeibe is beleláthattak.